megkérem a sőjéket és a páholyokat, ne várjanak itt ma Shakespeare drámát! Klasszikus bohózat, zenés szórakoztatás, az, hogy legyen a nézőnek egy boldog örömteli esté. Azt hiszem, a mai világunkban borzasztóan ráfér mindenkire, hogy egy kicsit ki tudjon kapcsolódni, ki tudjon engedni, és egy 120 percre legalább elfelejtse a mindennapok ügyes bajos gondjait. Főúr, fizetek! Azonnal! Már megyünk! Megyünk! Igen, kérem, mit szabad? Két üveg pezsgőm. 200 frank. Három sós mandula. Három édes, édes. Sós! Sós, azt mondom, S-O-S, az összesen 375.000 frank. Tehát a film úgy keletkezett annak idején, hogy Latabár Kálmán ezt nagyon sikeresen játszott a színházban, és utána a megfilmesítés gondolata felmerült az akkori gyártókban, producerekben. Nekem mindig az a célom, hogy még véletlenül se merüljön fel az utázás, de hogy fogadja el a közönség tőlem, mint minden más esetben. Ugyanis ez a szerep mindig annak az adott színésznek az egyéniségétől válhatott etalonná. Az első pillanatban tudtam, hogy ön kicsoda. Jó magának! Engedje meg, kisasszony! A hideget vagy a meleget? Hogy bemutatkozzam! Ó, magát is ismerjük! Rudolf Petison, a Halbion. A darab elején ugye egy nyelvet beszélünk és együtt humorizálunk egy kis és picces állapotban. Ezáltal elveszítjük a munkánkat és innen jönnek a bonyodalmak, ugyanakkor megtaláljuk az igaz szerelmet. Tehát a történet nagyjából ennyi, illetve a lányok segítségével sikerült belemennünk egy hazugság sorozatba, tehát senki nem azt adja, ami. Isten hozta Gróf urat! Hogy az én nevem! Kej Izidor gőzmosodája, nem! Gróf Rodrigo Suárez, igaz? De hogy ne lenne igaz? Ez ki! Két különböző szerepet játszik egy színész. Egyrészt azért, mert a hasonlóság így biztosított, másrészt valóban ez truváj egy szakmáját művelő ember számára. Az egyik ajtón kirohan, az egyik szerepből, és egy gyors zakócsere után a másik ajtón visszarohan. Remélem, hogy őszinte nevetést fog fakasztani, és azt már a humorról nagyon sokszor elmondtuk, hogy ez nem biztos, hogy mindig tércsapkodás, lehet, hogy csak mosoly, lehet, hogy belegondolás, de itt azért egyértelműen a szórakoztatás a cél, ennek szeretnénk megfelelni. Ígérjék meg nekem, hogy az elkövetkező 10 percben úgy eltűnnek innen, hogy a világ valamennyi rendőről nem tud a nyomukra akarni. Megérik? Megérjük! Na, Gróf úr! Tessék! Nézzel a szemem!